Üdvözlöm, Parajd István vagyok, és köszöntöm Muróból, Ausztriából. Én vagyok az ausztriai magyar ingatlanos. Az előző videóban azt ígértem, hogy be fogom mutatni azt a 10 könyvet, amit én 2017-ben, vagy 2017 elején a legjobbnak, leghasznosabbnak ítélek meg, és javaslok elolvasni. Ez nem azt jelenti, hogy ezek 2017-ben megjelent legújabb könyvek, sőt ellenkezőleg ezek az általam ismert minden idők legjobb könyve és írói, de ezeknek a többsége nagyon érdekes módon nem friss, vagy nem új könyvek, vagy nem fiatal írók, sőt egy része már nem is él. Ezek olyan tudások, amit úgy fogalmaznék meg, hogy a 60-as, 70-es évekig bezárólag olyan tudást szedtek össze ezek az emberek, amik valós emberi mélységekig megy el. Ez mit jelent? Hogy nagyon sok olyan fiatal, friss könyv van, fiatal új titánok, akik inkább ahelyett, hogy a gondolkodásunkat megváltoztatnák alapvetően, mérehatóan, trükköket, kisebb tanácsokat, rövid ideig működő gondolatokat osztanak meg. Viszont akiket én fogok megosztani, egészen biztosan az időben nagyon régi, Krisztusig akár, Krisztus születéséig, igazából hosszú távra, időtől függetlenül hasznos és életre meghatározó gondolatokat jelentenek. Az első ilyen könyv azért különleges, mert ezt a könyvet én napi szinten, audio formátumban természetesen, de napi szinten legalább egyszer meghallgatok. Ez egy nagyon rövid kis anyag. Azt is írta valaki egy múltkori videónál, hogy ez gyakorlatilag teljes mértékben ingyen letölthető, azt hiszem, YouTube-on rajta van. Earth Nightingale, a legfurcsább titok. Széles Imre hangjával nagyon-nagyon jó. Tehát ahogy fel van olvasva, nagyon-nagyon jó. Számomra egészen kiváló, csomó olyan haszontalan időmet tudok egyébként audiokönyvekkel hasznossá tenni, ami az utazással telik. Ami Budapesten éltünk, ez különlegesen így volt, hiszen általában az ember megy az autóval Budapesten, ott is fél órákat szokott utazni, és ezen időben csak stresszeli magát, olyan görcsbe ülve vezet a legtöbb ember, vagy hallgatja azt a hülye híreket, ami tele van negatív gondolatokkal. Szóval visszatérve, én inkább ezt az időt felhasználom arra, hogy audiokönyveket hallgassak, én minden nap meghallgatom ezt, ha máskor nem, felkéső lefekvés előtt vagy után ezt az audiokönyvet. Ez körülbelül egy óra, nem több. Miről szól ez a könyv? Miért fontos nekem ez a könyv? Azért, mert ez alapvetően egy olyan könyv, egy olyan tudatmódosító, talán így lehetne fogalmazni, amelynek el kell jutni a tudatalattig. Ahogy mondtam, a legtöbb idősebb, vagy régebbi író könyve, amiket be fog mutatni, ezek olyanok, amiket el kell jutni a tudatalattaig, mert alapvetően módosítják meg az életünket, az életfelfogásunkat. Tehát nem elég logikailag megérteni, ezért kell a legtöbbet többször elolvasni, hogy egészen lejusson, és paradigmákká, szokásokká, gondolati sémákká alakuljanak. Úgyhogy Earth Nightingale-nek ez a könyve. Gyakorlatilag arról szól, hogy egy mondatba összefoglalva, hogy az vagy, amire a legtöbbet gondolsz. És ez az egyik legmeghatározóbb és számomra a legmélyebb gondolat most, 2017 elején, ami körül állandóan forog a gondolkodásom, és állandóan formálja a gondolatomat. Ezért jártam Bob Proctornál ezen a tréningen, ezért osztom egy csomó könyvet tőle, ezért gondolkozom, és szólnak erről a videó jó része. Tehát Earth Nightingale-t én megvenném az ön helyébe, egy nagyon fontos dolog, hogy hadd tegyek hozzá, ez 2999 forintba kerül, tehát hogy látható jobban, itt talán látható, Pongor kiadott, Attila ott mosolyog rajta, érdemes megvenni. Tehát hiába letölthető a YouTube-ról, vegye meg. Nekem van egy olyan paradigmám, vagy olyan gondolati sémám, hogy az a könyv, ami az enyém, rajta van még a logom is, ami az enyém, az a tudás az enyém. Ha valamit csak kölcsön kapok, vagy ellopok, az nem az enyém. Tehát én azt javaslom, nem reklám, Attila egy forintot nem fizet ezért, sőt, ezt is én pénzért vettem, csak hogy tudjuk, de vegye meg. Vegye meg, mert akkor a tudatilag is az ön birtokába lesz. Utána persze én is átmásoltam MP3-ra, az autótól kezdve, a tabletemen, a telefon mindent rajta van. De vegye meg, azon ez nagyon fontos dolog. Akkor a következő ilyen nagyon fontos könyv az Napoleon Hill. Napoleon Hill gondolkoz és gazdagodj. Én az utóbbi években, amerre a kutakodásom és a tanulásom folyik, mindig minden az Earth Nightingale és Napoleon Hill körül csapódik le. Egy ilyen fókuszpont van mindennek a kiindulása pontjában.
Napoleon Hill gondolkoz és gazdagodj. Erről a könyvről annyit kell tudni, hogy Napoleon Hill az alapján írta, hogy Andrew Carnegie, tehát az annó acélmágnás, ami az akkori időkben, de egyébként generálisan is úgy tudom, hogyha az értékváltozást, tehát az inflációt hozzáveszünk, a világ valahaért leggazdagabb embere volt, és még a Bill Gates-et is szerintem jóval, jóval túlszárnyalja, vagy szárnyalta. Ő bízta meg, mint újságírót, ugye Napoleon Hill egy gyakorlatilag szegény újságíró volt, aki egyszer járt Andrew Carnegie-nél, és olyan szimpatikus volt Andrew Carnegie-nek, hogy megkérdezte a Carnegie, hogy egy percen belül válaszoljon egy kérdésre, akar-e 25 évet rászállni az életéből arra, hogy megkutatja, és nyilván a Carnegie-nek a mentorálásával megfogalmazza és közreadja azt, hogy mi a sikernek és a gazdagságnak a titka. És mindezt olyan mértékig kutatja, hogy kvázi egy tudományos, mondjuk úgy tudományosnak tekinthető választ fog ráadni. Mindezért egy centet nem adott Carnegie, tehát ez nem egy ilyen mecénás által megfizetett kutatás volt, nem. Azt mondta, egy dologba fog segíteni, nyilván mentorálta, tehát folyamatosan konzultált és segített neki, de nem pénzben. És kinyitotta azt hiszem 500 akkorért leggazdagabb amerikainak az ajtaját előtte, hogy interjút készítsen vele, és gyakorlatilag így a nagy kutatás eredményeként született meg ez a könyv, még jó pár könyve, például van egy másik könyv, ami már szintén megjelent magyarul, de azt mondom, hogy ebben kell kezdeni. Napoleon Hill, gondolkozz és gazdagodj. Egyébként nekem, csak hogy mutassam, milyen érdekes, ez a legutolsó, rajta van, rossz felé teszem, rajta van, hogy 20 millió példányban jelent meg. Nekem megvan egyébként egy régebbi kiadásban, ezt is a Bagolyvár adta ki, nem tudom mikor jelent meg ez a könyv, azt hiszem 93-ban az a fordítás, lényegtelen, a borítót érdemes megnézni, itt azt írja, hogy 20 millió példányban eladva. Látszik, hogy egyébként sokkal régebbi kiadásról van szó, és nekem megvan az egyik legrégebbi kiadás egyébként, ahol még 7 millió példány. Tehát egy folyamatosan ez a legrégebbi talán, így van, nem is tudom mikor került, 96-ban, talán igen, 96-ban adták ki a Bagolyvár, annál is annól vettem meg. De annyira érdekelt, hogy tényleg megvan több példányban angol nyelvű kiadásban is. Úgyhogy ez egy olyan alapmű, ez a kettő, hogyha azt mondanák, hogy el kell mennem egy másik bolygóról üzletet kell csinálnom, és csak két könyvet vihetek magammal, akkor mindenképpen az Earl Nightingale-t vinném magammal, és a Napoleon Hill-t. Az összes többit azt ott utána meg tudnám szerezni, én úgy gondolom. De azért vannak természetesen nagyon fontos könyvek. Az ilyen könyv, amit sajnos itt nem fogok tudni megmutatni, mert nincs itt nálam, otthon van, viszont nagyon sokat formált a gondolataimon, és az inkább nem a tudatalattiba ült le, hanem már a tudatos részben is egészen kiverte a biztosítékot, nagyon kiverte a biztosítékot nálam, az a Kiyosakinak a Gazdag Papa, Szegény Papa. Ha ezt még nem olvasta, akkor most menjen az első könyvesboltba, és olvass el ezt is. Nyilván vegye meg egyben a Napoleon Hill-t, vagy ha az egészet nem tudja megszerezni, akkor az üzletikönyvek.hu-n rendelje meg, közben a Bagolyvártól mindegyiket, ráadásul a legolcsóbb áron. Ez volt a reklámhelye, ugye? De ami a lényeg, hogy a Kiyosakinál egyszerűen az érzések, hogy az ember vállalkozzon, vagy befektessen, vagy munkahelyen dolgozzon, vagy tanácsadó legyen, vagy Kft. Legyen, vagy inkább egyedül dolgozzon, az alkottak a nehéz. És itt tovább ez az egész kaotikus dolgot egy rendszerbe, egy cashflow padránt, egy cashflow négyszögbe rakta össze, és gyakorlatilag ilyen, mint a homályos üvegen, így letöröljük, és kilátunk a napfényre. Tehát annyira világossá tette számomra egyébként a helyzetemet, hogy annó 2000-ben, amikor ezt a könyvet megvettem és megszereztem, és onnantól audio könyvekben is hallgatom, mindenféle nyelven, tehát németül, angolul, magyarul, gyakorlatilag akkor én eladtam a legnagyobb cégemet. Azt a cégemet egy Paradi Kft-nek hívtak egyébként, én ma is annak hívják, egy autós cég, autóalkatrész nagykerről van szó, és eladtam a céget, mert rá kellett jönnöm, miután letöröltük a párát, a homályt az ablakról, hogy egyszerűen rossz irányba megyek. Egyszerűen rossz irányba megyek, az életem rossz irányba halad, rá kellett jönnöm, hogy ennek így értelme nincs. És tele van olyan gondolatokkal, amit ha egyszer elolvassa az ember, már akkor hatni fog. Nyilván érdemes újra és újra elolvasni. Két könyve van egyébként a Kiyosakinak, ami egymásra épül. Az első bevezető inkább sztorizós, az a Gazdag Papa, Szegény Papa.
hozzá kell tennem, hogy meg se akartam egyébként venni ezt a könyvet, egy barátom erőszakoskodott. Az összes Balvéváros könyvkiadónak a könyvét megvettem, a Balvévárt nem is ismertem, csak a könyveiből, de barátom, vedd meg, István, vedd meg, azt mondta Robi, vedd meg, hülye vagy, hát ez a legjobb könyv, az összeset félrakott, ez a legjobb. És igaza volt. De nem akartam megvenni, hülye címe volt. Gazdapapa, szegény papa, az amerikai hülye sztori. Kiyosaki írta, ami eltévedt Japán. Szóval nagyon-nagyon félrementek a gondolataim. Megvettem, és talán meg akartam venni még egy 20-25 percet, minden barátomnak adjak. Annyira lelkes voltam, hogy így meg akartam egyből osztani. Ugye akkor nem volt Facebook, meg ilyesmi, nem. Megveszem a könyvet és odadom. És nagyon érdekes volt, nem lehetett sehol az Istenek. A Librinél volt egy vagy kettő kitéve, meg mit a Alexandra, nem tudom mik vannak még. Egy-kettő például ki volt téve, de nem lehetett, és mondta, nem fogok én boltokba járni. Ki a túra adta ki? Hogy van ez? Ki a kiadója? Bagolyvár, hol van ez? Megkerestem, és mert hát ilyen nagyobb mennyiséget vettem, azt mondja, hogy kereskedő vagyok. Hát nem. Úgyhogy megismerkedtem a tulajdonos, a Dubránszky Gyurival, és hogy az élet milyen fantasztikus dolgokat hoz, egy kiváló barátot találtam benne, akit nagyon felnézek, és fantasztikusan tanulok. Tehát, hát fantasztikus. Na, szóval ez volt a Kiyosaki. Aztán megjött egy könyv 2005-6 körül, én akkor vettem figyelmesen a Bob Proctorra, azóta követem. Tehát több mint 10 évvel ezelőtt jelent meg a Titok című könyv. De most meg kell mondom nekem, hogy a Titok az olyan, mint a kínai olvastam volna egy könyvet. A Titok az én akkori teljesen analitikus gondolkodásomhoz képest egy akkora nagy, úgy angolulszom a tőzsdébe, hogy gap, akkor nagy ugrás volt, hogy egyszerűen nem tudtam meglépni ezt. Tehát elolvastam, belolvastam, azt mondom, ez hülyeség, és félretettem. Be kell vallanom, nem voltam ott a gondolati fejlődésben. Most eljutottam odáig, hogy élvezettel olvasom, és magamévá teszem, és magaménak érzem. De én nem tudom, hogy hol tart ebbe a fejlődési folyamatban, én most is még fejlődök. A Titok című könyvet érdemes mindenképpen elolvasnia. Ha túl magas, ha túl ezotérikus, ha túl akármi, akkor is érdemes elolvasni. Én mostanában a német változatot szoktam hallgatni audioformátumban, mivel mondom, sokat utazok, ezt inkább hasznosra fordítom, mint haszontalan időtöltése, de ott lettem figyelmes a Bob Proctorra. És akkor ugye a Titok után a következő Bob Proctor. Bob Proctornak sajnos Magyarországon már megjelent egy-két könyve, de sajnos nem túlságosan széles a paletta, és van ez egy CD formátumban jelent meg, vagyis egy CD sorozat, 12 részes, ennek az a címe, hogy Lektion der Freiheit, ez a hatos, ez a das ganz große Sache, az igazán nagy dolog, tehát magyar egy életcél, erről szól ez a CD. Az érdekesebb a CD-be, hogy, hoppá, itt egy kis ajándékkártya hozzá, a célok kártya. Az a érdekes ebben a CD-ben, hogy gyakorlatilag az ember elolvassa, és olyan energiát, olyan belső energiát ad, olyan türelmetlenséget, tetvágyat gerjesz bennem, hogy ez fantasztikus. És most németül van meg nekem, meg hát megvan azóta angolul ugye az Audible-ről, tehát az Audible-ről, de azóta megvan eredeti ugye a Bob Proctor. Van már egy pár könyve Bob Proctornak, kezdj el őket olvasni. Én is fogok róluk beszélni nagyon sokat, de ma az én számomra az élő tanítók közül a leges legnagyobb a Proctor. Tehát akit én is követek. Jó. Aki már nem él, de szintén nagyon fontos és érdekes, itt lesz ő is. Szintén egy Carnegie, de nem az Andrew Carnegie, nem az olajmágnás, hanem a Dale Carnegie. Ugye? Az élet öröméről szólok, hogy ez is megveszem magyarul, tehát Bagolyvár is kiadta. Illetve megvan, ahogyan szerezzünk barátokat Dale Carnegie-től. Ezt nagyon-nagyon régen olvastam, és ráadásul nincs is itt nálam az eredeti példányom, amit legalább 25 éve vettem. De azt gondolom, hogy mindenképpen az emberi kapcsolatok gondolkodásában, hogyan figyeljünk oda a másik emberre, hogyan szerezzünk barátokat, hogyan hallgassunk meg másokat, ez ma egyre fontosabb. A Facebook világát éljük, az emberek tévét néznek, az emberek, nem is tudom, valaki ismerősen mesélte, hogy a lány egy barátnőjével valamiről csevegett, és cseteltek ide-oda, cset-cset-cset jött, és mindig csipogott a telefon. Miért nem hívott föl, mondta az anyukája. Azt mondja, ne viccelj ma más, nasz telefonálni ma. WhatsAppolunk. Úgyhogy pontosan ezért fontos, én azt gondolom, hogy mihelyst egyre inkább elmegy, eltorzul talán a csak elektronikus kommunikáció irányába a dolog, egyre inkább fontosabb az emberi kommunikáció, és ebben Dale Carnegie-nél nagyobb tanító nem volt.
Aztán, van egy kicsi könyvecske, én ezt mindig dicsérni szoktam, mindig el szoktam mondani, meg is fogom találni most is talán. Csodalámpa, ez a Kate Ellis írta, itt jól látható talán, ezt is a Bagolyvár adta ki. Célkitűzésről szól, én nekem ez egy ilyen hasznos munkafüzet. Tehát én minden évben előveszem, van bele vagy 4-5 példányom egyébként, minden évben előveszem, és mint egy ilyen munkafüzet szerint olvasom, és van mellette egy nagy füzetem, és írok. Olvasok, írok. Nem csak célokat írok le, hanem gondolatmeneteket, amik éppen eszembe jutnak, új ötletek. Egy ilyen könyv, egy ilyen vitamin. Tehát mindig elolvasom, és mindig más van benne. Nem írják át a könyvet, nem erről van szó, hanem más kérdésekre ad éppen válaszokat, vagy fölteszi újra azokat a kérdéseket, amik fontosak, és mindig más válaszok jönnek a fejembe az életem helyzetéhez képest, az éppen jellegi problémáimhoz, feladataimhoz, célhaimhoz, egyetlen helyzetemhez képest. Tehát picike könyv, az íróról semmit nem tudok, de a könyv nagyon jó. Aztán a csodalámpa után a Timothy Ferris. 4 órás munkahét. Nekem ilyen mérföldkő, ez a második volt egyébként, vagy talán a harmadik, a Dale Carnegie volt, ami nagyon meghatározó volt számomra, utána jött a Kiyosaki, és végül a Timothy Ferrisnek a könyve. Szóval ő azt mondja, és valahol erre felé halad egyébként a világ, tehát ez még akkor nagyon futurisztikus volt, amikor ez megjelent, de ma már azt gondolom egyre reálisabb, hogy hogyan lehet heti 4 órával, de akár 10-zel, most mindegy, vagy havi 1-2 nappal letudni a munka részét. Azt látni kell, hogy Európában, de a világon mindenütt egyébként, nem csak Európában, de főleg Európában, ahol mi élünk, átalakult teljesen a munka. A munka értéke, a munka iránti kereslet, szükséglet, egyebek. Nagyon egyszerű példát mondok. Amikor jöttek főleg a Törökországból a csomó vendégmunkás, mondjuk Németországba, akkor azért kellett annyi ember, mert a nagy szalagok mellett mindent kézzel szereltek, biztos látott már ilyen videót, 6-8 ember ott bújta, csavarozta az autókat, amik mentek a futószalagon, gyártottak, és így tovább. Ma már körülbelül negyede, ötöd annyi ember kell, jórészt robotok szerelik, vagy már készelemeket raknak bele. Az élet minden területén lecsökkent a munkaigény. Tehát afelé haladunk, hogy egyre inkább sok ember fölöslegessé válik, és egyre kevesebb munkát kell végezni, vagy csak részmunkaidőbe kell végeznie. Ugye az egyik legnagyobb ország, ahol tele van részmunkaidős embereket, mert Németország. Tehát erre felé halad a világ. Hiába export világbajnokok, hiába jól megy ma Németországnak, afelé halad a világ, hogy az ember egyre kevesebbet tud dolgozni. És a 4 órás munkahéttel pedig Timothy Ferris bemutat egy példát, ami talán annól futurisztikus volt, ma már azért bőven látni ilyen példákat rá, hogy hogyan lehet az embernek úgy dolgoznia mondjuk online témában, vagy bármiféle, akár egy könyvelő, ha az ember bedolgozik egy irodában, vagy bármit csinál, ma már nem kell, hogy fizikailag ott legyen, és ezért van az elején egy ilyen pálmafák közé kifüggesztett nyugágy, mert az ember az ideje jó részét integrálni tudja, tehát a munkáját a nyaralásba. Én például ezt szoktam csinálni, tehát nem titok, ezt nem nagyzolásként, hanem egyszerűen tényként el szoktam mondani, hogy én most elindul a nyár, ugye, csak az időjárás, nem tudom, mert szakad az eső, nem tudom, hallatszik a csöpögés. Tehát elindul a nyár, és innentől kezdve a május jó része utazásra fog telni, de közben dolgozni fogok, közben videókat fogok csinálni, és egy új irányba, könyvírás egyebek irányába el fogok menni. És egyre több tudást szedek össze, ami egy új üzleti gondolkodást jelent bennem. De eljusszuk utána a nyár, a vitorlázás, ugye ott legalább, hát 3 hónap legalább lesz, amiben ugye most egy görögországi nagyobb kirándulást, expedíciót szervezek a fiaim segítségével, ez nagyon izgalmas lesz, de ott is lesznek folyamatosan videók, ott is dolgozom, ott is online elérem az ügyfeleknek, ajánlatot adok. 2 hetente, amikor visszajövök egy pár napra, akkor lehet eladok közben ingatlant, amit előtte előkészítek. Tehát egyre inkább arra felé halad a világ, és a Timothy Ferris könyv egy pionyér, egy példamutató, hogy az emberek nem kell fizikailag ott lenni a napi 8 órában. Tehát az a fajta hozzáállás, ami egy boltban kell, hogy reggel 8-kor kinyitnak este 6-ig, ez mind a kereskedelem, mind más üzleti világban, vagy üzleti területen lecsökken. Tehát ez a mérhetetlen idő, amikor készen állok, és készen létben vagyok, ez le fog csökkenni. Erre nagyon jó a Timothy Ferris gondolkodásban, paradigmaváltásban nagyon sokat segít.
És aztán, hát még van egy csomó könyv, tehát nem tudnám abba hagyni, úgy néz ki, hogyha nem szabtam volna meg, hogy 10-et, úgyhogy eddig 8 íróról és 8, hát nagyjából 8 íróról beszéltem, a 8 könyvről. Van kettő, amit nem tudom, hogy meg tudnak-e szerezni. Tehát, hogy is van, így van. Nem tudom, meg lehet-e szerezni. Hát, John Maxwellnek a Holnapra vezető lehetsz, ez egy sorozat, aminek még több könyve is van, de ez egészen kiváló, és a Zig Ziglarnek is több könyve megjelent, amelynek a Viszlát a csúcson. Sajnos az egy baj van ezzel, hogy lehet, hogy megjelent már Bagolyvárnál vagy bárhol, de alapvetően ezek nekem még, amik megvannak, mindenből van még pár példány, ezek mind még annó Netflix 21-esek voltak, aki ma már nem adja ki a könyveket, vagy nem ad ki könyvet. De érdemes megszerezni, hát, ha meg tudja szerezni a Maxwell és a Zig Ziglar könyveket, hát angolul nyilván meg lehet, ez nem okoz gondot, vagy németül, de magyarul nem biztos, hogy meg tudja. Miért jó? A Zig Ziglar talán egy kicsit elhanyagolt író Magyarországon, a Network 21-en kívül más nem hozta be, amennyire én tudom. De Zig Ziglar mind Amerikában, mint egyrészt a világon, az egyik, nem olyan, mint a Bob Proctor, egy picit más a gondolkodás menete, de az egyik legnagyobb oktató, egyik legnagyobb sikeroktató. Úgyhogy én mindenképp, most Kanadában hoztam egy pár könyvét egyébként eredetiben egy antikváriumból, de én mindenképpen azt gondolom, hogy ezt érdemes megszerintem elolvasni. Tehát ez a személyes siker, Viszlát a csúcson. Ugye a csúcson mindig van hely, csak lent, ott van tolongás. És a Holnapra vezető lehetsz, Maxwell, aki egyébként egy, azt hiszem egy pap, tehát egy saját egyházat alapított, mármint egy ilyen egyház közösséget, és vezetőket tanít mindenütt a világon, az egyik legelismertebb vezetést oktató. Miért fontos ez? Azért, mert ha bármit teszünk, vállalkozunk, vagy bármit csinálunk, mindig a vezetés elő fog kerülni. Ebből egy nagyon érdekes gondolat, ha mondjak el, tele van egyébként ugye megjegyzésekkel, tehát látszik, hogy az ember amikor olvassa, akkor magának eltesz dolgokat. És nagyon érdekes, hogy egy gondolatot kiemelve ebből a könyvből, ami örök életre megmarad bennem, és nagyon fontos, hogy az embernek, mint vezetőnek arra kell törekednie, ő 10 osztályra sorolja a kvalitását egy vezetőnek, 10 szintet ad meg. És azt mondja, hogy egy 5-ös szintű vezető nem fog tudni vezetni, mint főnök, nevezzük főnöknek, nem fog tudni vezetni egy nála magas, mondjuk 6-os szintű embert. Tehát mindig az embernek arra kell törekedni, hogy maga fejlődjön tovább, és magasabb szintre jusson, hogy egyre magasabb és egyre jobb embereket tudjon bevonzani magához, és egyre jobb embereket kell tudjon dolgozni. Mert az egész szervezetének, vagy a saját cégének a minőségét és a fejlődését azt fogja meghatározni, hogy milyen szintű vezetők vannak benne. Ha megragad a 3-as szintnél, akkor ha meg is szerez egy 7-es szintű vezetőt, nem fogja tudni vele az együttműködést megoldani, nem fogja tudni őt vezetni, előbb-utóbb ki fog válni a cégből. Tehát emiatt logikailag is muszáj az ember fejlődjön a vezetésben. Vagy ilyen másik nagyon fontos gondolat volt, hogy egy jó vezető például a munkatársainak az erősségeire épít, az dicséri, azt fejleszti. A rossz főnök, ugye a főnököt állítja szembe, az mindig a problémákat keresi, a gyengeségeit nagyítja föl a munkatársaknak. Nyilván az egyiknél fejlődni fognak, a másiknál pedig visszafejlődni, vagy elmennek. Tehát összefoglalva is nagyon röviden, ez az a 10 író vagy 10 könyv, amit azt gondolom, hogy ma 2017-ben az embernek fontos a sikere, fontos a fejlődése, vagy a cége fejlődése, pénzügyi fejlődése, ez a 10 könyv az, amit mindenképpen, mint kötelező olvasmány föl kell írnia magának. Remélem, hogy minden megszerezhető Magyarországon, ha nem, és remélem, hogy nincs a nyelv csapdájába, akkor meg tudja szerezni az Amazonról, ma már azt hiszem díjmentesen ki is szállít egy bizonyos összeg felett Magyarországra, vagy meg lehet szerezni Kindle, tehát Amazonnak ilyen könyvolvasó formában, tehát e-book formájában, illetve az Audible, ami ilyen pár dollárokért egy-egy audiokönyvet meg lehet hallgatni. Ami a személyes tanácsom és tapasztalatom, én nagyon szeretek olvasni, ez látszik, hogy tele van jelölésekkel a könyveim, de igazából erre mindig sajnáltam egy picit az időt. Ezt be kell vallanom. Tehát ennek még az értékét még nem tettem a helyére. Dolgozom rajta, azért csináltam ezt a klasszikus könyvtárat, hogy helyére kerüljön, hogy itt nyugodtan az esőcsobogása mellett le tudjak ülni, és olvasok, és jegyzeteket készítek magamnak, és a gondolataimat rendezem. De használja ki az audio lehetőséget. Tehát használja ki, hogy hallgassa meg audio formában. Ez legyen a Bob Proctor, vagy itt van valahol a Paksaméta alján a
az Earl Nightingale legfurcsább titok. Úgyhogy szerezze meg audiokönyveket, mert viszont egyre több jön ki, ne másolja, nem azért, mert jog, meg ilyenek, nem, mert nem lesz öni a tudás, és nem rakja bakos és hallgassa. Mindig, amikor autóba ül, és gyakorlatilag az idejét nem, jó, lehet, hogy telefonál sokan, oké, telefonálnak, az mondjuk veszélyes, de elpecsérli avval, hogy utazik, pláne egy budapesti dugóban, vagy akár hosszú vidéki utakon, vagy külföldi utakon, akkor gondoljon arra, hogy ne a híreket hallgassa, maximum jó zenét hallgasson, az biztos, hogy hasznos, de ne a híreket hallgassa, ne a negatív dolgokkal irányítsa, és fokozatosan fókuszálja a gondolkodását egy problémára, ami Magyarországon központi most, központilag központi, sötét központi probléma, egy személyre központosító probléma, hanem inkább a jövőjére koncentrálni jó könyvekkel. És ezeknek a könyveknek a jó része, ez nem olyan, mint hogy egy diák gondolja, oh, elolvastam egyszer a Egri csillagokat, és az nekem bőven elég, soha többet, hanem ezek olyanok, amiket újra és újra és újra el kell olvasni. Tehát egy Napoleon Hill az egy olvasmány, ami életünk végig követhet minket. Bob Proctornak nagyon-nagyon megfogott. Hogy mondjam el, hogy nehogy félreértse valaki. Szóval Bob Proctor nem egy Einstein. Még felső iskolája sincsen. Egy baromi egyszerű ember, aki annyit tett, egy másik ember tanácsát, ahogy ő elmondja, nála okosabb ember tanácsát követve, annyit tett, hogy elkezdett olvasni, előtt egyetlen követ nem olvasott el, 25 évesen elolvasott végre egy könyvet, ez 56 éve volt egyébként, valahogy így, lehet, hogy számok nem jók, de nagyjából ez, a 20 évesen, nem tudom, de körülbelül 56 évvel ezelőtt volt az első, elolvasott az Earl Nightingale könyvét, újra, és a Napoleon Hillt is. És azt mondja, semmi más nem tett, csak minden nap olvassa ezeket a könyveket. Persze utána azóta már több ezer könyvet elolvasott, de elkezdte azt a paradigmát magába ültetni, hogy bevonzza, és a gondolatait fókuszálja jövőjére. És ehhez a könyvek kellenek. Könyvek nélkül ma előlépni lehetetlen, én ezt gondolom. Úgyhogy jó olvasást kívánok önnek, rendezem egy klassz kis könyvtárat, szedjen össze a legjobb könyveket, amit tud. Én is ezt tettem, ez csak egy része, jó része otthon van egyébként, és használja ezeket. Van érdekes, hogy ma több ezer könyv, egyetlen egy 128 gigás, ekkora, mint egy kulcstartó, egy picike kis USB stickre ráfér. Hihetetlen. Sok sikert kívánok önnek, és jó olvasást!